Elbánia egy megműtött idős asszonyon. Jaj, de erősen. Hároman. Hagyjátok már. Csoportosan elkövetett bűncselekményről van szó. Teljesen mindegy, hogy kik azok. Számomra idegenek. Ennyi. Azok csinálják itt a feszültséget. Youtuberesek, meg ilyen bűnban, de hát ebben benne van egy-kettő olyan, aki bent volt a műsoromban is, úgyhogy ennyi. Nem, Piti. Egy hülyék, egy elmebetegek, az kész. Akik mindenkinek rosszat akarnak. Nem jót akarnak ők nekem. Semmi között hozzá. Azért, hogy megtudja a nagyvilág, ezért. De nem rá tartozik szerintem, és kussoljál innen be. Takarítsad magad ki innen. Látod, megszólaltál. Na, így tiltva is vagy. Ennyi. Megszólal a bűnös félek, nyugi. Nem bírják ki, hogy ne szólaljanak meg. Bekussoltok az én életemet, és békében fogjátok hagyni. Ennyi. Buongiorno. Nincs még este. Oké? Okay. Este szokták mondani, hogy buona sera. Éjszakára az, hogy buona notte. Nappara meg buongiorno. Vagy buona giorno. Vagy az, hogy come state, vagy... Mangiare. Bere. Dormire. Ezek az alapvető dolgok, amit meg kéne tanuljatok olaszul. Oké? Okay. Nem vagyok szigorú kicsim, nem látok értelmes, hanem a trolloló bandára, meg azokra, akik ott engem irritálnak a Facebook, a Youtube-on, hogy kiteszik a nevembe. Képzeljétek el, milyen rossz érzés. Amikor Ibolya Pikács néven tesznek ki valamit, amikor ez az én lány nevem és lánykori nevem, a fotómat felhasználják. Úgyhogy ez nem szép dolog ám. És akkor az irritál engem. Szia, Szebi! Jól vagyok, köszönöm. Miért? Az akkor, amikor egy embert bántalmaznak, akkor még jó, hogy szigorú lesz, nem? Nem fogok nekik megbocsájtani. Olyan Isten nincs, aki nekik meg fog bocsájtani. Soha senki. Semmiben. Nem lehet. Az ilyet nem lehet benyelni, és nem megtörténté tenni. Az ilyen aljasságot. Vegyétek már észre magatokat. Rendben van? De a női testet azt tisztelni kell. Nem arról van szó, egy férfi, mire felveri meg a női testet? Meg még egy férfi, meg még egy nő. Mire fel? Hároman. Ja, ne tudjátok meg, hogy mit szenvedtem én át. Nem kívánom egyik ötöknek sem. Bár az ellenségeimnek igen, hogy ugyanúgy járjanak. Ennyi. Tudjátok, hogy milyen szar érzés? Így élni, így felébredni, éjszakánként felriadni, amit ők műveltek velem. Minimum 3-4-5 év börtön, ennyi. Vannak az abnormálatnak meg élete végén pszichiátriai kezelés, ennyi. Mert arról aztán megvan már a bűnlajstrom szemétládáról, mocsokról. Nem azért kell választani egy szakmát, hogy megtanulsz, hogy kell kivallatni, kimallatni valakit, és ez pedig egy privát életben is alkalmazni egy emberen. Hát ő többet kap, mint egy normál ember. Ezt tudjátok nagyon jól, ugye? Akkor vegyétek tudomásul. Ha egy rendőr vagy egy volt katonatiszt bántalmaz valakit, akkor sokkal több ítéletet fog kapni a bíróságon. Sőt, ha csak nem a katonai főügyészség fogja tárgyalni az ügyét.
Intézkedni vagyok, bíróság, kórház, orvos, ilyenek vannak. Ja. Nem fogom én ezt abba hagyni. Nem vagyok én hülye, hogy benyerem ezt a békát, az nyerek egyet, az jó van, nem történt semmi. Ugyan már. Ami megtörtént, az megtörtént. És azért meg kell, hogy kapják a méltó büntetésüket. És hogyha ti is belekavarodtok ebbe, mert nem voltatok ott, nem vagytok ti tanúk. Semmire. Egyedül vagyok három emberrel szemben, az igaz, de a hazugságuk, azok a megtörtént dolgok, amiket ők műveltek velem, ezek mind bizonyítható, tényező dolgok. Ennyi. Ne próbáljátok meg kimenteni, ne belekeveredtek. Jó? Csúnya dolog történt, amit nem szeretnék már elmondani, elmondtam elején egy héttel ezelőtt. Sőt, egy hete múlt hétfőn, hogy ez megtörtént velem. És nehéz ezt feldolgoznom. És ahányszor beszélnék róla, annyiszor visszaesnék abba a mély állapotba, amiből szeretnék kijönni. Most észnék kell, hogy megyek, és kell magamat védeni. Mindenhol. Ezt szeretném mondani, amúgy ügyvédem van, úgyhogy fel fogja venni azzal az ügyvéddel is a kapcsolatot, aki beárult engem. Ennyi. Mert az is megcsinálta. Egy ügyvédnek nem 5 napot kell adni gondolkodási időt, hanem 15 nap. Minden. Nem, hogy már úgy legyen. Úgyhogy van egy ügyvéd, vagy egy másik ügyvéd, aki ebbe bele fog illetve hát aki segít és megcsinálja a dolgokat, ő ellenük is kész, ennyi. És védeni fog. Nem úgy van az, hogy haver ügyvéd van, aztán majd azt csinál, amit akar ennek is, annak is, amannak is. És hát nekem csinált egy ügyiratot, akkor most ő nekik is, na ne, szóval azért ne. Ezt nem kell engednem. Nem érted mi? Ott a YouTube-on értik, mert nekik üzenem. Nem tetszett egy pár elmebetegnőnek, hogy én jól érzem magamat. És rám szálltak. Ennyi. És akkor elkezdték az én nevemben bántani különböző embereket. Tehát azért álljon meg a menet, ez valaki helyettem irkálta, nem én irkáltam. Készült ellenem valami csoportosan, összefogással, zengetések. Úgyhogy remélem azokat a nőket nem látom soha többé, de a rendőrség meg fogja őket találni, és igenis felelni fognak mindenért, a fenyegetéseiket mindenért, mert nem jelenti azt, hogyha valaki odaír valahová valamit, az én profilommal, nevemmel, hogy engem kell, hogy bántalmazzanak és üzengessenek nekem. Nekem ne üzengessen többé senki, úgyhogy leállni rólam. Ennyi. Ennyi történt csak. És ha itt említik valamelyik előadónak a nevét, miért nem mondhatnám ki? Ennyi. Érdekes módon, hogy Nótár Méri soha nem jelentett fel, mert úrinő nem foglalkozik vele. Ti, akik egy senki háziak vagytok, ti aztán nagyon-nagyon föl vagytok háborodva. Ennyi. Ja. Igyunk kávét. Hol vagy? Na, úgyhogy akkor nem lehet ezt csinálni végtelenségig. Ne kell fejezni. Amúgy bemegyek a Budapest TV-hez és riportot fogok csinálni, el fogom mondani az egész dolgot, fel fogják venni, és fel lesz a YouTube-on. Ezt szeretném mondani, jó? Még ott is fel lesz. Az egész online TV-n. Oké? Okay. Bemegyek, csinálok egy jó kis műsort, be fogom bizonyítani nektek, hogy én nem vagyok kidobva a Budapest Európa TV-től. Ez egy nagy mocskosság, aljasság volt, Banok Lajos részéről, és mindegyik ötök részéről. Ennyi. Isten nyugtassa Banok Lajost.
De most valaki átvette a szerepét. Valamelyik rohadt mocskos disznó húzza maga után Banok Lajos őket. Ámen. Oda átról biztos, hogy segíteni fog nekem, mert tudja azt, hogy ő nem mondott nekem igazat, és linkre támadott, a másik, hogy a legutolsó videójában ott van, hogy elnézést kért tőlem. Így igaz. Akkor miről van szó itt? Miről van szó itt? Be kell fejezni a támadást. Egyszerű, így van, kuplunk. Be kell fejezni, abba kell hagyni. Nem kell nekem a véremet szívni. Nem vagy tuti vámpirok, gondolom. Remélem. Ja. Abba kell hagyni. Jobb, hogyha most már lekoptok. És lekoptassátok onnan a videókat is, amiket ti összevágtatok. Nem lesz nekem abból semmi bajom. Nektek lesz belőle bajotok. Aha. És el lesznek a fanyugi. Meg lesz minden. Amúgy is már nagyon sok mindent tudunk rólatok. Nagyon sokat. Oké? Úgyhogy van sztárügyvéd, aki véd. Ne bezsebeli még a legutolsó gatyátokat is. Nem lesz semmitek. Még olyan putristok se lesz, mint amilyen van nekem. Mert az a putri legalább az egy áldott. Azt azért én megdolgoztam, és azt nem a real lányom vette nekem. Úgyhogy lefele állni, jó? Mert azt én a legelső férjem után kaptam az örökséget, és abból vettem én a családi házat, és a lányomnak a nevére. Ezt szeretném mondani, jó? És akik megrongálták nekem a kis házamat, ahol a szeretet, a béke van, és Isten van ott velem. Ennyi. Hiába van bármilyen palota, meg szép valami, amin nincsen hála, amiért harcolnak is ezért. Akár még ölni is ölnének. El vagyok kíváncsi a horrorházára. Ennyi. Meg gondoljátok, hogy tudok én ott továbbra is élni? Nem. Majd szépen átesz adva, közjegyzőleg minden le lesz intézve. Úgyhogy a férjem ezt megtudta, úgyhogy teljes mértékig ki is tagadhatja a családját. Meg is fogja tenni, mert én velem volt, és engem szeret a világon a legjobban. Mert én mellette voltam a szarba, bármit is követett el, akkor is mellette álltam, és mellette vagyok. Ennyit szeretnék mondani. Bár szégyellem magam ő helyette is, amilyen ügybe belekeveredett, nagyon sajnálom. Én nem tudtam róla elképzelni ezt az egészet, hogy ő esetleg ilyet megtett volna, vagy nem tudom, na, nem tudok én ebbe állásfoglalni. Azért engem nem kell bántani senkinek. Én arról nem tehetek, hogy ő mit csinált a múltjába. Mert a múlt életében én nem vettem részt annó. Semmi közöm hozzá nincsen. Ennyi. Egy eléggé csúnya terv volt kitervezve férjem ellen is, meg ellenem is, és ennyi erről. Ő megkapta a büntetését, ezt szeretném mondani, tovább büntetni őt se szabad. Azért van a bíróság, hogy ti is megkapjátok a méltó büntetéseteket. Én értem. Így van. Fejezzék be, figyelj, de kuplunk! Te ott voltál a Mónimus rábjánál, láttad, hogy miket írtak rólam és kik, ugye? Na látod. Bebizonyosodott szerintem előtted is az, hogy én ártatlan vagyok. Hogy mert nekem olyan csúnyákat üzenni a Mónis? Szégyelje magát. De nagyon, nagyon szégyelje magát. Lehet, hogy ő is ott lesz a tárgyaláson, mert ezt nem fogom hagyni, hogy ott van fent a YouTube-on, valaki kitette az én nevembe őt oda. Nem, én nem tettem ki. Mi az, hogy én tettem ki? Jaj, de sok pénzt keresek. Én nem keresek semmi pénzt,
mert egyáltalán egyik YouTube csatornát sem én kezelem. Nem én kezelem. Valakik helyettem a nevemben. Most őszintén mondani nekem, miről tehetek én? Semmiről. Hát annyiról igen, hogyha tudhattam volna, hogy egy ilyen bírósági per folyik ez ellen az ember ellen, nem szabadott volna házasságot kötni. Nem. Nem. Ebbe bűnös vagyok, de másban nem. Meg talán abba se lehetek bűnös. Mert nem, mert én nem tudtam csak egyetlen egy történetről, ami egy olyan piti ügynek tűnt, de ez szerint nem. Hát akkor miről van szó? Milyen családba keveredtem bele? Őszintén mondjátok meg. Milyen? Milyen az a család? Ketten vannak testvérek, ketten is egymás ellen vannak. Akkor az édesapjuknak a feleségét miért kell annyira megszabízni? Menjenek a francba. Ennyi. És hagyjanak békén. Kopjanak le addig, amíg én ügyintézek. Ennyi. Mindennek megvan egy kimondottan határideje, hogy mit, hogy merre, meddig kell csinálni. El akartak távolítani az apjuktól, mégpedig úgy, hogy erőszakos bűncselekményen. Ennyi. Ez bünteti a legjobban a törvény amúgy, amit velem csináltak. És meg kell, hogy bűnhődjenek. Hiába irkáltok oda ki. Hát pontosan, hogy én vagyok az áldozat. Pontosan. Meg az a kislány, akivel megtörtént az az ügy. Mi ketten. Azért, mert mi szegények vagyunk. Ti meggazdagok vagytok. Ezért nem kellett volna engem kipécézni. Ennyi. És lenyomorítani az életemet. Ezért fizetni fogtok addig, amíg én élek. Ezt szeretném mondani. A hírnevemet megrongálni először. Majd aztán megpróbálni, hát, ha valaki idegen agyon üt, mert belekötöttetek idegen emberekbe. Mi lehet volna akkor, hogyha tényleg az a nő lejön oda 5 valakivel, vagy 10 valakivel, ezt kihúznak a házba, szagyon csapnak engemet. Linkre. Amikor én nem is bántottam őtet. Hanem más bántalmazza az én nevembe. Azért már most már tényleg álljanak le. Más bűnéért miért kell, hogy én feleljek? Felelt már valaki Jézus Krisztus a világ bűnéért. Ennyi. Na viszlát, sziasztok!